Tavaly is nagy károkat okoztak a gyümölcsösökben a kései fagyok. Ha az időjárás idén nem tenne kárt bennük, jó kilátások elé néznének a gazdák. Ősszel ugyanis nagy rügyfakadás indult meg, ami arra enged következtetni, hogy bőséges lehet a 2021-es termés. A tavaszi fagyok ellen ugyanakkor most sem árt védekezni, ezt egyre többen is teszik meg, felkészülve az esetleges károkra. Én úgy gondolom, hogy még nagyobb segítséget kell a pályázati lehetőségekben a gazdák irányába tenni, hogy a fagykár veszélyhelyzeteket lehessen valamilyen módon elkerülni vagy csökkenteni, illetve olyan fajtákat kellene kikísérletezni vagy behozni az országba, amik lehet, hogy későbbi időszakban kezdenek el a rügyek megindulni, mert a minél későbbi fajtákat kevésbé érheti a fagy, ha két hetet tudnánk késleltetni. Ezen talán a tavalyi időszakban is már nem fagyott volna el. A jég elleni védekezés kapcsán a Kamara megyei elnöke elmondta, a jégkár mérséklő rendszer jó eredményeket hoz. Az időjáráson túl sok múlik az ültetvények minőségén, korszerűségén is. Rácz Imre szerint idén ezen a téren is lesznek előrelépések a megyében, várhatóan sok helyen korszerűsítenek, fiatalítanak a gyümölcsösökben. Én abba bízok, hogy valamelyest a termőterület csökken is, de ezek a gyümölcsösök már több termést hoznak, magasabb hektáronkénti termés átlagokat, és csak nem mérjük talán el, hogy a szabolcsi alma olyan mértékben csökkenjen, hogy ne tudjuk ellátni az országot. Bár ahhoz megint itt mondhatnám, hogy a hatóságoknak intenzívebben kellene kezelni ezt a behozott gyümölcsösnek a mértékét is. Utalt ezzel a szakember arra, hogy tavaly sok lengyel almát hoztak be az országba, ami lenyomta a hazai gyümölcsárát. A mögöttünk álló enyhe tél egyébként nem akadályozta a metszést a gyümölcsösökben, így a gazdák már a munka vége felé járnak. Hamarosan pedig megkezdődnek a permetezések, ráadásul a gombák elleni védekezésnek is elérkezett az ideje.